Négy fordulót követően jóleső érzéssel nézhetnek a tabellára a kisvárdai szurkolók, csapatuk ugyanis a negyedik helyen várja a folytatást. A legutóbbi Újpest elleni mérkőzésen újabb 3 pontot szerzett a Várda, a román válogatott Grozav pedig megszerezte szezonbeli negyedik, illetve 5. gólját. Mirica László vezetőedző persze tudja, hogy a múltból a futballpályán sem lehet sokáig megélni, minden meccs újabb kihívás jelent. Szombaton például a még hibátlan listavezető vár a Kisvárdára. A Molvéri, tudjuk mindenki pontosan milyen csapat. Jó az edző, jó a játékosok. A Kovazoli, már régi ismerem, nagy jó munka csinálott, felvárat. Szerintem a Fradi együtt, ez a két csapat a legjobb Magyarországon. A csapatkapitány Lukás szerint várakozáson felül kezdte a bajnokságot a Kisvárda, és ezt a jó sorozatot szeretnék minél tovább folytatni. 4 meccs, 3 győzelem, szerintem nem mindenki gondolta, hogy sikerülni fog. De mi bíztunk bennem mindig, és most is bízunk benne győzelemmel, mindig a győzelemmel játszunk. Nyilván tudunk, hogy a Fehérvár az esélyes, de úgy menjünk oda, hogy pont kell szereznünk. A fehérváriak 4 meccsen 13 gólt rúgtak, ennek ellenére Mirica László Lukászhoz hasonlóan abban bízik, hogy nem pont nélkül térnek haza Székesfehérvárról. Van nekünk 9 pont is most, mindig azt mondta, hogy jó, ha nincs semmi baj ott. Lehet kikapni, vagy ilyesmi, mert a Vidi nem, ez nem szabad. Én szeretem minden meccs megnyerni, a csapatom is, és megpróbálom. Nem lesz egyszerű, de hát van egy szansz. 0-0 kezdik a meccs, van egy pont, mert a Pestor, majd kíváncsi leszek, hány ponton lesz. A MOL-Fehérvár FC Kisvárda mérkőzés szombaton 19 óra 30-kor kezdődik. A forduló további párosítása a következő: Mezőkövesd, Paks, Újpest, Budapest Honvéd, Zalaegerszeg Puskás Akadémia, Debrecen, Kaposvár és Ferencváros, Diósgyőr.